A Markusovci kórház sürgősségi tömbjében az egyik beteg mellkasröntgen felvételét nézik. Ezt a vizsgálatot itt készítették, így a kezelőorvos minden eredményt láthat az intézmény számítógépes rendszerében. Amennyiben viszont távolabbról érkezik egy baleseti sérült, vagy akár egy turista itt szorul ellátásra, eddig csak úgy tudhatták meg a korábbi vizsgálatainak eredményét, ha a beteg magával hozta papíron, vagy elkérték azt az őt kezelő kórháztól. Egy komplex informatikai fejlesztésnek köszönhetően a kórházak hozzáférnek egymás adataihoz, a tesztüzem már elkezdődött. És ez az összeköttetés lehetővé teszi, hogy olyan egységes ilyen elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret alakítsanak ki, hogy minden beteg független attól, hogy bárhova kerül a országba, és valami egészségügyi ellátást kap, annak a betegnek az összes adatai rendelkezésre állnak. A Markusovszki kórházban a betegek 3-4%-a távolabbról érkezik, így eddig szinte napi problémát jelentett, hogy a kór előzményeket beszerezzék. Az új rendszer jelentősen javítja a betegbiztonságot, mondja a főigazgató, hiszen mostantól gyorsabban jut kellő információhoz a kezelőorvos. A másik nagyon fontos szempont, hogy egy csomó párhuzamosság megszűnhet, tehát hogy a betegnek az összes vizsgálatát látom, akkor nem végzek feleslegesen olyan vizsgálatokat, amik a közelmúltban megvoltak. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér a tervek szerint a betegek számára is elérhető lesz, az ügyfélkapunk keresztül tajszámukkal léphetnek be a rendszerbe.